Ahoj mindenkinek, Ryder vagyok, és megint itt vagyunk a Need for Speed Shift-ben. Viszont ez egy nagyon-nagyon rossz módja lesz annak, hogy videót kezdjek. De... rontottam. Nagyon csúnyán. Erről a márkacsatáról nincsenek videóim. Tehát ezt megnyertem. Ezt nem. Ezt is megnyertem, ezt is megnyertem, meg az utolsó kettőt is megnyertem. Erről sajnos már nincs meg a videófelvételem. Hogy mi történt? Hát azt hamarosan nem is fogom nektek mondani, csak ezen a szérián versenyek és időfutamok is lesznek. Ezért sok oldalúnak kell lenned. Valamint most először fogunk versenyezni a Laguna Seca pályán. Cseh ismert a török terrier. Vezetési stílusát arról kapta... majdnem. Vezetési stílusáról kapta a nevét. Olyan, akár egy apró szívós kutya, aki mindig a sarkadban liheg. Légy óvatos, amint meglátod, hogy feltűnik a tükörben. Oké. Okay. Oké, okay, szóval ezekkel az a probléma, hogy már... ha jól tudom, még itt a 8-as, ez a 8-as? Nem, ezek még mindig csak egyversenyből állnak, szuper. Mert lassacskán majd lesznek itt olyan versenyek is, ahol... több verseny kell, teljesítünk egymás után, szóval ugorjunk is neki a spásnak, a Mustangunkkal, aztán elmondom betöltőképernyők közben, hogy mi is történt, meg ugye verseny közben. Szóval a rövid sztori az, hogy a harddiskemet teljesen letöltem a merev lemezem teljes tartalmát. A hosszú sztori az, hogy ugye egyetemen vagyok, és az egyetemnek van egy ilyen fura szabályzata, idézőjelekbe, hogy Linux kell a számítógépre programozáshoz. Nekem nem volt, ugye Windows elgondolok, most is Windows 7 alatt játszok, de oké, okay, feltesszük, hát semmi probléma, feltesszük fel is, akartam volna tenni, majdnem fel is, sikerült, csak... igen, hát sejtitek szerintem, sejtitek, hogy mi lehet, mi történhetett. Le kellett végül is, le kellett formatáljam a teljes harddiskemet, és sajnos a Need for Speed Shift-ről megfeledkeztem. Tudom, ez nagyon csúnya dolog, és nagyon-nagyon rosszul is hangzik, hogy mégis az, hogy megfeledkeztél erről, Ryder. Hát igen, nem tudok mást mondani, megfeledkeztem róla. A csatorna dizájn az megvan. Azt nem vesztettem még el, tehát azzal rendben vagyunk. A Minecraft mentésem, hál' Istennek, megvan, az nagyon durván érintett volna. Hogyha itt van cseh, nem? Hopp, majdnem felborultunk. Az nagyon csúnyán érintett volna engem, hogyha a Minecraft mentésem is oda menni, mert attól a sorozattól az a csatorna, ami. És ha már ilyen mentésekről beszélünk, közben itt mindenki szarráláz minket. A Dark Souls is megszenvedte ezt a picit. Ugyanis a Dark Souls mentésénél is teljesen elfelejtettek. A Shift mentést nem fejtettem el, tehát ez most, ez az a mentés, ezt visszahoztam. Azt az előzést! Majdnem tiszta előzés. Tehát majdnem visszahoztam. A shiftet azt teljes mértékében visszahoztam, egyedül a videót nem elfelejtettem lementeni, a hasztén videómat is lementettem, egyedül a shift videóról felkezdtem meg valahogy, illetve az intro videóról, de hát azt kivágtam, az nem a probléma, de létezik, tehát nem arról van szó, hogy lusta voltam játszani, és akkor lusta voltam videózni, és úgy játszottam, hogy haladjak a játékkal, nem. Hanem arról volt szó egyszerűen, hogy elfelejtettem. Még nézzétek meg a Facebookon, ott van a csatorna oldalán a Facebookot, ha nem tetszik, az akkor facebook.com/RyderGaming.hu. Ott van, látszik, hogy fejtettem egy videót, hogy lett megvágva, nagyon sokat vágtam, a vágásról is rengeteget szemültem, tehát nem volt a videónak semmi baja. Egyszerűen elfelejtettem feltölteni Google Drive-ra, amikor teljesen lefogtáltam a hátszámot. És hát ez van. Remélem, senkinek nem okoztam túl nagy fájdalmat. Ha igen, bocsánatot kérek el.
Ezzel kívül remélem üdvözítettük meg minden egyes feliratkozónak. Nagyszerű napja van. Nekem az van. Többire. Elkezdődött a tanítás az egyetemen. És nem tudom, hogy máshol hogy van. Itt mindenki magának állítja ezt az órarendet. Ez persze azt jelenti, hogy amikor a tárgyakat fel lehet venni, és fel lehet rájuk iratkozni, akkor mindenki ott van. Tehát mindaz ezer, nem is tudom hányan vagyunk, akarom, mindaz ezer, vagy akármennyien, mind ott vagyunk. Mind fel akarunk iratkozni. És ez problémás, mert nem bír el annyi terhelést a szerver, és egy órára kb. Mehetünk olyan 10. Gyere, szia. Mi volt ez? Hé, kemény vagy? De tényleg van egy stílusa? Ami nagyszerű. Oké, még Takeshit kell megelőzni. És akkor dobogós kezdést fogunk elérni. Mi ahhoz képest, hogy az előbb majd felbújtunk, szerintem egy esetén. Hop. Jep. Na. Ó, ugye nem kell mindegyik versenyen elérni a dobogós kezdést, mert akkor... Azt hiszem nem, csak talán hárman, vagy nem is tudok pontosan. Remélem. A negyedik is már majdnem dobogós helyezés, most komolyan. Mert hogyha így lesz, akkor vissza fogunk még térni, azt fogjuk csinálni, hogy mielőtt elindulnak az NFS túlra, visszatérünk például ide, és megnyerünk még egy versenyt, hogy egyszerűen meglegyen ez a török terrier is. Meg ugye tudom is lesz szükség. Ja, hogy nincsenek bekapcsolva az eltolikák, jó? Minden. Így is elég ezeket a kocsi, szóval. Semmi probléma. Kikapcsoltam, mert akartam egy kicsit vezetni, úgyhogy növeljem az agressziómat, de nem lehet, tehát megnéztem, kb. Kétszer annyi precíziópontunk van, mint agresszió, tehát ezt nem lehet. Kicsivel több, mint egy másodperc. Mi ez a hangbázis? Ti is halljátok? Ó, majdnem agresszívabb voltam, egyszerű. Jó, haladjunk, menjünk már, ez a folytonos zaj, inkább menjünk a következő versenyre. Szóval, igen, nem megyünk a következő versenyre, ugyanis minden versenyt meg kell nyerni. Ahhoz, hogy ez biztos olyan jól néz, egyszerű és nagyszerű, ahhoz, hogy neki mehessünk chat ismertnek, és én neki akarok menni chat ismertnek, mármint küzdeni akarok vele, akarom bízni, és pont ezért inkább végigvegyük ezen a pályán még egyszer. Visszakapcsoltam az elektronikát, lehet, hogy nem fogom, lehet, hogy mégis kapcsolom majd közben, hogyha túl alkágos lenne a vezetés stílus. Ne. Oké. Okay. Ja. Az elektronika meg ki. Már is csak. Megyünk még egy-két kanyart. Ez így nem. Ez így nem elég szórakoztató. Behetások, játékmenet, vezérlő. Blokkolás gátló ki, kipörgés gátló ki. Stabilitás kontroll ki. Oké. Okay. Oké. Okay. Végülis ez egy szimulátor, tehát ennek szimulálni kell a valóságot.
És ha ez néha még azt is jelenti, hogy a két perces pályán végig kell menni még egyszer, hát végig kell menni még egyszer. Nem, amen. Amen a kívül, igaz? Amen, majdnem. Milyen jó gyors olvasó vagyok, kommentár. Elmentek egy gyors olvasó világbajnokságra, szerintem megnyerni. Oké, sziasztok. Én ezt nem vagyok hallgatok, jó? Én voltam a nevető harmadik. Muhahahahahahah. Így nevetek. Muhahahahah. Hopp. Így teszem keresztbe a Mustangomat. Shelby, bocsánat. Shelby, nem Mustang, fontos. Oké. Oké. Azt az... Már csak ezért megértek. Már csak ezért megértek. Újra kezdeni a versenyt. Oké, okay. Ryder, koncentrál! Bár ugyanakkor harmadik vagy, szóval. Igen, és az órarendben borzasztó, ami az ötletemet illeti, tehát például, csak felhozok egy példát, holnap kedd van, ma 17-e van. Szia, török. Szia. Kicsesztem vele, látod? Ma 17-e van. Hétfő. Holnap kedd lesz. Kedden van 3 órám, ami azt jelenti, 12-ig az egyetemen vagyok. Majd 2-től este 8-ig kezdem. Nem. Az nem jó, akkor... Akkor valami nem... Na. Oké, nem tudom, hogy van az adatokban, még nem tudom, hogy mesélni, de például tudom, hogy csütörtökön az órarendben olyan, hogy egy előadásunk van, egy előadásunk van reggel, aztán majd csak este 4-től, és délután 4-től van este 8-ig, 2 órán. Vagy Mustang. Csak egy Mustang lehet. Vagy te, vagy én. És én leszek, az némileg gyorsabb. Mert szélfogalmazók is. Békezzünk, mert neki fogunk menni. Mondom, csak egy Mustang lehet. Vissza kellene nézni ennek a videót, hogy tudom meg itt valamiből összevágni, mint hogy összevágtam volna. Más. Összevágtam volna, azt hiszem, a harmadik részt is. Csak hát ugye problémák voltak. És nagyobb problémák. De ez a játék mindig megszerint, tehát szerintem ez a játék egy jó játék. Ajánlom tudom mindenkinek, aki szeret autókat vezetni. Bár a Shift 2 kicsit jobb ebben, ami ennél talán. A Shift is nagyszerű játék. És itt van megint vagyok. Nem, arra, ne. Ez ki. Na. Who do you think you are? Running down wrecking cars. Oké. Most már igazán. Koncentrálnom kell, és még egy pozíciót vesztek, és azt már nem fogjátok látni, tehát. Hogyha azt elvesztem, akkor azt, hogy hogy kerülök megint az éjjelre, meg hogy nyerem meg a versenyt, azt már nem fogjátok látni. Abban biztos vagyok. Nem fél blokkolás, olyan messze van tőlem, hát... Oh, ne. Komolyan. Játszott volna a nélkül, de nem jól ötök. Besúlyi, és... Wow! Baszki! Yes! Ah! Ah! Wow!
lássuk ennek a visszajátszását. Most már megtanultam kb, hogy hogy kell, szóval. Egyszer lássuk a pontjainkat. Agresszivitás. Okay. Láttátok azt a masszív karambolt? Ah. És a Mustang elfékezi magát és kicsúszik a pályáról, és az M6-os, M3-as megelőzi külső-belső íven, és a Mustang visszatért, Mustang keményen megy a BMW után, és úgy néz ki, hogy belső ívről támad, belső ívről közelíti meg a kanyart, a visszafordítót, és a Mustang bent van, és megcsúszik, a BMW meglöki, de a Mustang visszateleportál, és láttátok? Oh. És megvannak ez a mindegettel, oké. Okay. Még mielőtt bemennék a következő versenybe, van egy tonna pénzzel még az egyes. Kitaláltam. Szóval még mielőtt belemennénk a következő versenybe, fejlesztünk egy kicsit a kocsimon még hozzá karosszériát. Karosszériát, igen. Miért nem vettem meg a 3-as szintű karosszéria készített? Gondolom még ez nem elérhető, oké, okay, semmi baj. Légcsökkentés, az már van. Rövidebb áttét. De mindig kettes kategória, igaz? Nem ére sehol? Azt hiszem 10-estől. 10-es szinttől megy feljebb. Oké, okay, felfüggesztés kell mindenképp. És ha már itt vagyunk, hát miért is ne? Oké, okay, itt mindent megvásároltunk. Oké, okay. Nyomassuk! Bárki kíváncsi a véleményemre, szerintem a kocsi most rondán néz ki, tehát nem tetszenek az első légbeömlők ott elől lent. Vagyis olyan... Olyan, amilyen. Vagy nincsenek magyar versenyzők? Itt a nevek közt, vajon. Hep! Megúr a szeka. Ha ezt a versenyt is még egyszer végig kell ezen is menjek, akkor azt fogom csinálni, hogy egyszerűen megvágom ott, ahol a kezem már csak jobban kellene kicsit. Tehát megvágom ott, bevágok olyan kis részeket a következő versenyből, amik jól sikerültek tehát. Igen. És akkor kaptok egy szép kis hangulatos kis videót. Szia! Én vagyok a török, locsolkodni jövök, ha nem kapok tojást, piros tojás, kipördültél, mert baj, béna vagy. És a szavak sem mennek valami jól. Oké. Oké, oké. Még versenyben vagyunk, és előttük van egy zöld Skyline. Nekem is Skyline volt, csak aztán eladtam egy ilyenre. Mert szeretek csúszkálni, mert kicsit mazoista vagyok, de hát... Mi is lennék, végül is Dark Souls rajongó vagyok. Már amennyire. A probléma a Dark Souls-szal az, hogy folytonosan 15 FPS-sel megy, és menne 20-a, 25-tel simán, csak a játék azt mondja, hogy oké, okay, nincs meg a 30 FPS-e? Szívás? Csak 15-tel fogsz játszani. Tehát ez az, ami nekem már most nem tudom. Fejlődtem, nőttem akár, hogy ahogy tetszik, változott a személyiségem, ez már az, ami azt jelenti, hogy ez már egy nagy nem a szememben. Egy nagy nem szem.
Okay, szóval, amit megtanultam egy elektronika nélkül, hogy a kocsi nagyon csúszik. Én nem tudom, hogy ebből mi lesz, de hogyha ezt átalakítjuk a földkössé, nem tudom pontosan munka, nem is tudom, akkor már minden velem a téve, és mit teszünk rá plusz. Ha ezt megcsináljuk azzal, én nem tudom, hogy itt hogy lesz. Hogy lesz bármi is. Bármi olyan, ami... Amitől... Irányítható lehet, hogy ez a kocsit a háttérnek. Tessék, nézzétek meg! Mondjuk ez full fake volt, szóval... Megértem, valószínűleg Mihály Snorbitnak ez nem tetszene. Mi a fene ez?! Szalma bugja? Komolyan szalmát hoztok egy versenyre? Nem, nem, nekünk van egy szuper versenypályán, itt mondjuk a semmi közepén is voltakból. És akkor valószínűleg talán nem kellene gumikat használni, hanem mindenki használ valószínűleg azért, mert jól véd, hanem nem, használjunk. Szénabogját. Fuck logic. Oké, okay. Utolsó kör, de nyomni kéne. Nem, Skyline, nem, blokkollak. Szopjál péniszt. You did it, mate. You really fought hard to establish yourself. Well done. I've looked at the drivers you face now. Real strong competition. Some of the best. I've lined up some multi-day events balancing different driving styles and different tracks. We gotta start fine-tuning now and shaving seconds off lap time. Could make the difference between podium places. Some of these races are really gonna test your stamina. You're not gonna believe some of the opportunities coming our way. You're gonna have to push yourself hard and be at the top of your game. Jéj, de hogy én mennyire nem akarok ide menni még egyelőre. 100... Micsoda, 180 csillag kell a negyedik szint megnyitásához. Végül is azért az nem olyan vészes. Hogy mi az élményem az M-es kanyonnal kapcsolatban? Sok-sok káromkodás és nagyon nehézkes vezetés, még elektronikával együtt szóval. Érdekes most lesz mindenképp. Oké, szia! Mutatok hátulról, azért mert neked is Mustangod van. Ez feljogosít arra, hogy bármi ilyesmit csinálj, haver. Neked meglátjuk, hogy ez hogy fog elsülni. Összegyünk borzasztóan rosszul, és nem fog sikerülni az, hogy beérek az első három közé. Ami pedig azt fogja jelenteni, hogy vágyás lesz. Jó sok vágyás. Valami nagyon üthettem, nagyon üthettem a kocsimat, mert érzem, hogy balra húz, és az nem jó. Bár a kanyar bal, a pálya ballos, szóval... Lehet, hogy mégse annyira rossz, de... Nem, azért nem. Ebből nem lesz győzelem, ez biztos. Nem lesz dobogós helyezés. De nem számít, végig megyünk. Azt mondtam még a végjátszás kezdeténél, hogy végig megyünk, mert még akkor is, hogyha ilyenek történnek, szóval. Na, ne blokkoljál már, légy szíves, előre akarok haladni. Na, nem lehet ezt megérteni? Mit kell önzősködni? Hé!
nézzenek oda. Lehet, hogy mégse leszek utolsó, illetve lehet, hogy mégis dobogós helyez is fog elérni. Oké, most itt jól fog jönni igazság szerint az, hogy el van törve a kocsin szerintem. Oké, jó, hogyha ezek itt lefékeznek helyettem ezek a balármok! Oké. Én hatodik előttek, meg kell el... Úristen! Oké, még kettőt meg kell előszek. Félek most már, szabályosan félek, amikor füstöt látok magam előtt. Mondtam, hogy félek! Mi a fene volt ez? Ez egy hülye kocsi! Emlékeztek a Most Wanted-re meg a Carbonra? Amikor ott még volt időlassítás, és le tudtad lassítani az időt úgy, ahogy szeretted volna? Hát az most milyen jól jött volna nekem. Megint csak egy helyezéssel maradok le. A pódiumról. Akkor ez a következő videó már meg lesz rága. Van szegyen? Mit lenne az életet kis izgalom nélkül, de már végén majd ez a kis ennyi, amúgy tiszta verseny volt, második helyezés. Szép! Nem igazsáztam, hogy mezzen a pályán. Miért mondja azt, hogy még nem versenyeztem ezen a pályán, pedig tudom, hogy versenyeztem ezen a pályán. Ennek a romezem a részem biztos azért. Viszont itt most ki is emelnék egy hibáját, ki is emelnem az egyik hibáját a Shiftnek, hogy annak ellenére, hogy például ezt a kanyarnak tökéletesen megcsináltam egyszer, annak ellenére ez a kanyar most nekem nem tökéletes. Az egyetlen oka az, hogy... Ez nem lesz jó, neki nem lesz jó vége. Az egyetlen oka az, hogy azért nem az most, azért nem írja most, hogy kanyarmester lennéke, vagy akármi is az, mert ez egy másik pályán. Tehát szerintem ez így nem jó. Tehát a kanyar tudod, a pályát nem. Van különbség. Van különbség, meg SMS, szedjétek össze magukat. A Shift 3, nem is lesz Shift 3 szerintem. Most nem tudom, hogy a Shift, a Need for Speed széria most mire készül. Őszintén köszönöm. Lássuk csak. Volt a Run, utána kijött a Most Wanted, és második vagyok, komolyan. Úgyhogy kimentem a pályáról, hát akkor mitől kell tartani? Ebben a versenyben csak úgy kérdezem. Ezekben a versenyekben inkább. Ne. Szóval kijött a Run, aztán a Most Wanted, az űra, végig, akármi, remake, és most jött a Rivals, igen, az is szar. Legalábbis nem játszottam még, de én nem vagyok nagy híve ennek a multizoom, Steam lesz, mi a fene? Egybefolyó, multi, offline játék, minden, együtt van, és jók vagyunk, és frame drop. Tehát nem, valahogy nekem az nem jön át, hogy nincs egy karriered. Tehát semmi. Még nekem itt van Cseh például, a török barátunk, akit le kell győzzek, mert oké, van egy kis háttértöltetés, azt hiszem, hogy igazi személy Cseh. Aztán legalább ennek van valami kis picike kis története. Szia! De még az új Most Wanted-ben arra sem voltak képesek, hogy a fekete listásokat
Meg neked adjanak nekik. Nem. Blacklist 11. Blacklist 10. Na. Ennyire nem voltak képesek. Ez kritérium, ha halljátok ezt, bár nem hiszem, de ha hallanátok ezt, ne csináltok több Need for Speed-et. Valaki az ilyénél állítsa le őket róla, mert egyszerűen nem. Tehát... ez baj lesz. Ez baj, te nem számít, mert... Wow! Mi a fene történt itt? Micsoda laggolás volt ez? Végül is nem tudom, mi történt, de nagyon sokat nem is számít. Oké. Ha tizeddel, ha tizedet rontottam, az még kijavítható. Bár nem akarok annyit javítani, megmondom őszintén. Minek? Hova stresszeljem magamat? Azért ez egy kicsit szemétség, amit ebben az időfutam módban csináltak, ugyanis ha lejár az idő, ami most járt le, akkor az az utolsó köröm. De mi van, hogyha... Tudom, ne sípolj, légy szíves, ne sípolj. Mi van, hogyha szeretnék még egy kört? Az... Tehát... Mi van, hogyha pont ezt a kört elrontottam véletlenül? Nem lenne jobb, hogyha még ez plusz még egy kör a végén? Talán. Végül is mindegy, mert azért ez nem... a valóság. Itt akott a gépé. Jaj... Körpálya. A franc. Na nem. Na nem, hogy jó. Szóval el kellettek meséljek valamit, mondjak valamit kicsit. Nagyon. Nagyon kell pisilni. És... fucking shit! És ez abszolút nem jelent semmi. Ez egyetlen nem releváns. Ahhoz, hogy mi folyik itt most. A Need for Speed Shift világában. Én mert amire már én ezen a pályán, vagy ez is ez a pályán, én már jártam. Amúgy... meg kell hittek mondani így... így már nem is tudom. Negyedik versenyem, az ez az, amikor... elektronika nélkül vezetek, és ha valamit biztosan eltudok, az az, hogy a játék sokkal hihetetlenül mérföldekkel minden akármivel jobb, mint elektronikával. Egyszerűen irányítod az autódat és kész. Egy szimulátorban az kell, hogy kocsidat irányítsd. Most felelő sajnálom, hogy nem kezdtem el úgy a játékot, hogy alapból elektronika nélkül játszik. Ja igen, és arra is még rájöttem, és ezek a napi bölcsönet a Kydertől. 45 percesek a pályák, ezt gyorsan behozzuk, mint minden. Ezt a napi bölcsönet Rydertől a precizitás a nyerő. Bármennyire is szeretnék én itt nagy, kemény, öntösödő bereszt lenni. Egyszerűen, ha precízen játszik az ember, a Need for Speed Shift sokkal inkább megjutalmazza. Megjutalmaz azért, mert ugye, szóval legalábbis szerintem. Például csak mondjuk azt, hogy itt van az, hogy 75%-ban jó honnan kellett maradni. Ezt ugye egy nem precíz játékos nem tudja megcsinálni. És... igen. Ezt szerintem... Csak jól érzed magad? Hát, hogy itt vagy. Tudom, hogy majd amikor odakerülünk ahhoz, hogy versenyezek vele valami 8-9 ilyen McLaren F1 lesz még pályán, szóval. Én őszintén megmondom, nem akarok már több kört menni. 4 másodpercet vezetek, komolyan szerintetek be fogják hozni. Na, nagyon szeretem, hogy ez az utolsó körön, szóval. Szóval most direkt lassan tolunk. Lehet, hogy rá fogok, de nem hiszem. Semmi baj. A lényeg az, hogy egy perc múlva érünk be a célba, ami elég nehéz lesz, szerintem.
Megkérdezek valamit. Oké, a nehézség mindig ugyanúgy közepes. Jönnek a kocsik szembe! Ja, ez a másik, tehát, hogy ők nem fognak tudni gyorskört autózni, mert én itt én blokkolom őket. Itt egy őrült. Na, hova sietsz? Hova siettek? Hova siettek? Gyorsan mész, meg fogsz halni. Nem tudjátok? Hova siettek? Mondom, ne siessetek sehol. Oké, mehetünk, mehetünk, nyomhatjuk! Öröm, öröm, öröm. Ahogy élvezem ezt a játékot. Oké, szóval ez az utolsó verseny, mielőtt nekiállunk a Tarotterriernek, Chad ismertnek. Én a nevét most olvastam le a kijelzőről. Verseny, mondom itt, hogy verseny, de hát ez... Ennyi erővel meddig egyedül is csak akkor. Az lenne a probléma, hogy akkor csak... És tessék, nem is csináltam semmit, csak mentem, még csak nem is figyeltem annyira. Tehát, hogyha... Egyedül mennék, akkor tényleg az lenne a probléma a játékkal, hogy akkor viszont csak a pontosság megelőne. És akkor kellene egy olyan mód, egy ilyen roncs derbi-szerűség, ahol viszont csak a... Megállni, csak az agresszivitás. Nem is csinálok semmit. Na, ki a terrier, motherfucker? Na? De! Oké, ezt elbasztom. Na mindegy majd. Rendbe hozzuk, easy fix. Sőt, szerintem én ezt megmerem kockáztatni. Visszavonom a kanyaros dolgot, mert megedzem a kanyarokat, oké. Okay. Megmerem kockáztatni, még így is az enyém lesz a legjobb köridő, szóval. Legalábbis remélem, hogy ha nem, akkor egy hatalmas, hogy hülyét csinálom. Csináltam magamból a YouTube-ot. Ami nem jó, ami sose jó. Mivel én vezetek és megelőztem pár embert, logikus, hogy ennyi kellene legyen legjobb köridő. Bizony, 2 másodperccel vagyok lemarad a többiek, szóval. Még így is. Szerintem nincs az játék rendesen kiegyensúlyozva. Megint kérdeztem. De hát, ez van. Kanyarcsúszás, jéééé! Szándékos volt, mert nagyon megnyerem ezt a versenyen megint is. Tiszta szektor, tessék! Hát nem is csinálok semmit, csak megyek, mert azért nem akarok neki minden falnak. De... Oké, mindegy. Neeeee! Nekimentem a falnak, úristen, mi lesz most? Talán most nem leszek... Másfél másodperc a többiek előtt. Ne, jaj, de igen. Még össze is törhetném a kocsimat, még akkor is előtt tud végezni. Tessék. Jaj, tessék, egy tiszta kör. Ez nem egy ilyen achievement. Oké. Okay. Oké, akkor egy tiszta kör lesz. Ne aggódjatok, ez meg tiszta kör lesz. Menjünk a csillagért! Szereztük meg a tiszta kört! Még így is javítottam másfél másodpercet majdnem! Csak itt a tiszta kör az azt kell, hogy ne menjünk! Ó! Oh, neki semmilyen! Ó! Oh. Oké. Okay. Elkiabáltam magam és fiét csináltam magamból YouTube-on. Mizu! Ágyán vagyok, Mizu! Oké. Okay.
Semmi baj, máshogy kell megcsinálni tiszta kör. Nem úgy, hogy... Na, igazság szerint jól le vagyok maradva. Csak most látom. 5 másodperc? 3? 3. Ám, de az chathez képest. Vagy kihez? A zsán, akárkihez. Oké. Okay. Hát nem, ebből nem lesz. Győzelem, de... lesz harmadik helyezés. És még tiszta kör is lehet. Még mindig lehet tiszta kör. Ha nem biztos van az orrod, de nem is az orrod viszont van, nem bajsz. Ami nincs, csak nő. Megkapom már a tiszta körös. Megkaptam, másik lettem. És a végső csata Ryder és Chad közt elkezdődik. Mi történik itt? Ó, csak egymás ellen megyünk? Ez király! De én azt hittem, hogy vannak még. Ó, akkor ez ilyen... Ah, tudom! Ez sima boss fight lesz, G. Mármint olyan, mint a márka csata, csak... Aztán meg. Nem tudom, mi ez a háttérbe. Azt hiszem, hogy ez lakótársamnak valamilyen. Pillanat. Igen, ez lakótársamnak volt a... telefonja. Elnézést kérek emiatt, és már is ugorjunk vissza a Need for Speed-be. Nem tudtam, hogy hogy ebből ilyen verseny lesz. Ez nagyon meglepett, tehát ezért is fogom ezt most elveszíteni? Tényleg? Ez olyan, mint a márka csata, csak nem... Oké, nem a szar, hogy lirásom előtt a mész célba, ember. Igen. Ez olyan, mint a márka csata. Akkor a Shift 2-ben volt az, hogy amikor egy bosszal... A szemét le fogok nyomni. Akkor egy bosszal versenyeztünk, akkor... voltak mások is. Okay, szóval vezetek, ez jó, az mindig jó. Ez a szépen vezetek. Nagyon szépen vezetek. Ez jó, ez nagyon jó, nagyon tetszik. És nagyon is koncentrálok, ezt már mondtam már sok videóban mondtam, hogy ha egy YouTube kommentátor nem kommentál, akkor azt jelenti, hogy koncentrálok. És ez még rímelt is! Jéééé! Király vagyok! Pacsi! Török terje! Pacsi! I win! Igen, repülő rajt, ahogy gondoltam, és belülről indulok! Nagyszerű! Ez... Le foglak nyomni! Viszont tévedtem már jöttem be szóval. Lehet, hogy mégsem, de... ez győzelem. Ez olyan, mint az a... igen, csak... pont azt nem láttátok. A márkacsatás versenyben volt nagyon rövid pálya, és... kb. Az is azon múlt, hogy az első kanyart hogy veszik be az ember. Ha az első kanyart túl vetted be, nyertél. Ha nem, az ellenfelednél. Szóval ez is kb. Olyan. És itt azért még nem dőlt el minden, megmondom nektek őszintén. Hát...
hogy mégis. Hogy mégse. Oké, győztem! Győztem! Első poszt lenne győzve! Igen! Yes! Semmi szöveg, semmi komolyan. Abszolút, abszolút semmi. Oké, hát... Akkor ennyi lett volna mára, még veszek egy kis... nem veszek semmit inkább a kocsimba. Ennyi lett volna mára, ha tetszett a videó, akkor szokás szerint ne felejtsetek el lájkolni, kommenteljetek valamint, hagyjatok a csatornán. Bizony.